Az országos bukovinai székely borversenynek több mint egy évtizedes hagyománya van. Idén a Szekszárdi Egyesület szervezte meg az eseményt. A borbírálat alkalmával 80 minta várt a zsűrire. Az eredmény hirdetésre ünnepélyes keretek között került sor. A borversenyük nagyon jól sikerült. Ez köztudott, hogy ez volt a szövetség részéről a 12. bukovinai székely országos borversenye. 80 bor mindánk volt. 12 bíró bíráskodott a bor vonatkozásába. Újdonságtér bevezettük, új szabályzatot fogalmaztunk meg a szövetséggel egyetértésben, hogy eltöröltük az 5 bukovinai falu borának a odaítélését, és javasoltuk a szövetségnek, és el is fogadta, hogy legyen egy külön bor a bukovinai székelyek országos szövetségének a bora. Ez egy nagyon nagy rang, aki ezt megnyeri, mert gyakorlatilag ezzel mi fogjuk propagálni, vagy mi megyünk bárhova, vagy vendégeink vannak, akkor ezeket a borokat fogjuk ajándékba adni. A rendezvényen összegyűltek a bukovinai székely gyökerekkel rendelkezők, ahol lehetőség adódott a baráti beszélgetésekre egy pohár bor mellett. Az alkalom, hogy együtt legyünk, ünnepeljünk, szeressük egymást, beszélgessünk, amellett, hogy egy kicsit ez más a többi találkozásoktól, mert hogy ez szakmai dolog is hangzik itt el, a borok vannak megmérettetve, és ebből nem lesz, mindegyik bor külön van értékelve, én szerintem ebből nem lesz sértődés, mert szakmailag meg tudják beszélni a bírákkal, meg hát javaslatot is kapnak, hogy mi a bornak a úgymond kicsi hibája, hogy azt javasolják, hogy hogy lehet azt javítani. A lényege az, hogy találkozzunk, hogy együtt legyünk, szeressük egymást, és főleg most erre annyira nagy igény van, mert ez a Covid, meg ez az energiaválság, meg tudom is én ezt, hogy a fűtés miatt nem lehetett sehova se bemenni, meg sehol nem lehetett megjelenni. Megszoktuk, hogy otthon maradunk mindig, úgyhogy nekünk az az előnyünk a sokakkal szemben, és ez talán szerencsénk is, hogy van egy közös otthonunk. Az a helyzet, hogy nagyon örülünk, hogy van. Tudjuk, belakni tudjuk, de amikor egy kicsit tágasabb rendezvényünk van, akkor az kicsi az a helység. Ezért döntöttek úgy, hogy az eredményhirdetés alkalmára nem a székely portájukra invitálják meg a borverseny eredményei iránt érdeklődőket. A következő időszak viszont tartogat olyan eseményeket, amelyek majd élettel töltik meg a közösségi házukat is. A Mária Dődi Bucsó az a következő programunk. Az idén nagy utakat nem teszünk meg. Tavaly voltunk az Aldunán, Szerbiába, Arató Fesztiválon, voltunk Bukovinába, az egy nagyon nagy útunk volt, és nagy élménnyel jöttünk haza, úgyhogy én szerintem az idén már valahogy kicsit pihentetjük magunkat. Pontos célkitűzésünk a fiatalítás. Nagyon nehéz megkeresni, vagy felkutatni a fiataljainkat. Annak ellenére mondom, hogy nagy családom van, 8 unokám, és mindegyik vidéken van, tehát nincs helyben, és őket nagyon nehéz mozgósítani, de nagyon szívesen jönnek a rendezvényeinkre. A székely mesemondó elismerően beszélt a nemzetség által előállított nedűről, amelyhez személyes történetet is kapcsolt. Székelyek is most már egyre szebb eredménnyel termelik a borokat. Nekünk is volt 854 szögös szőlőnk. És a bukovinai székelyek nem ismerték a szőlőművelést és bortermelést, mert Bukovinában nem termik meg a szőlő. Édesapám a Hánci bácsival járt ki a szőlőbe, és ő tanította meg, hogy kell szőlőt metszeni, permetezni, és a bort készíteni. Úgyhogy mikor jöttek a seregiek, őröztük a szőlőt, akkor édesapám megjegyezte, mert látod-e, jönnek, egy sehol sem egy szőolló, se permetezőképet, csak a oroszlánnál és nagyobb egészségi, mert ha egy eljön, akkor telefonál a rokonoknak, hogy gyertek, mert itt erős jó világ van. A vacsorát megelőzően került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, a protokoláris részt egy dalcsokorral zárták a szervezők. Ha hogy kiszom a pálinkát kívánom, erre még az öreg apám dédapja megtanított, aki még a hordóba eskott szintott. Haza megyek, haragszik rám az asszony, hogy én mindig olyan hamar elalszom,
nem alszom el, csak a szemembé ugyan, hogy ne lássam. A jó Isten tartsa meg a szokásom. Beliesett a cseszle a